című előadás. Erről lehet gépeket beadni, illetve robotlámpákat is. Ezzel lehet kezelni a paramétereit, illetve a pulton előre leprogramozott memóriákat is meg lehet tekinteni. A bejáró ellenfények azért van, hogy a közön néző ne lásson be. Kinyílik az ajtó, csak egy fehér falat látsz. Így rá az ajtóra, és ennyi, és így már nincs belátás. Megvan, lepróbálják a jeleneteket, mindegyik jelenethez hozzá van adva egy világítási jel. És hogyha valami változás van a jelenetben, vagy valami bejön egy másik színész, akkor az kap egy új fényt, az egy új jel. Egy új lámpa, vagy új fényerősségváltozás. És akkor ezek le is vannak fényképezve, le vannak írva, meg benne vannak a programban is, biztos, ami biztos, hogy ne vesszen el. De és akkor nekünk így innen egyszerűbb, hogy papírról, mert ezt ugye memóriában úgyse jegyzi meg az ember, hogy a 118-as lámpa, amit tudom én a hülye előadásban hol világít, le van írva, és akkor megpróbáljuk, hogy ugyanaz legyen minden előadáson, és akkor csak remélhetőleg, hogy sikerül. Elméletileg be van állítva minden, és menjünk előadásszerűen. Megnézzük a... Végnézzük előadásszerűen a változó változásokat, és megnézzük, nincs-e valami kis kiugró hiba.